Végénél jár az alma betakarítása, gyenge termésre, de jó árakra számíthatnak a gazdák. Biztonságosabb lett a közlekedés, befejeződtek az útfelújítások Nyíregyháza 6 pontján. Elhurcoltak emléknapja, Nyíregyházán is megemlékeztek az 56-os forradalom és szabadságharc mártírjairól. Gyenge termés, de jó árak. Így lehet röviden összefoglalni az idei alma szezont. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket. A termelők dolgát az időjárás viszontagsága és a kézi munkaerő hiánya is megnehezítette. Most pedig sietniük kell az értékesítéssel, több fajta ugyanis nem áll el sokáig a tárolókban. A vásárlók elsősorban karácsony után számíthatnak a gyümölcs drágulására. 600-650 ezer tonna az átlagos éves alma termés hazánkban. Tavaly ugyanakkor jó évük volt a gazdáknak, ettől sokkal több gyümölcs termett. Az idei évet azonban nem fogják visszasírni, még az sem biztos ugyanis, hogy a nyáron becsült 450 ezer tonnás termést el fogják érni. A betakarítás már a legvégénél jár, de még ez az időszak sem volt könnyű a számukra. Az étkezési alma betakarításánál a kézi munkaerő nagyon hiányzik, és most már elgondolkodtatásra készteti a termelőket, hogy nem-e a területcsökkentéshez kell nyúlni, ugyanis egy bizonyos mennyiségű ember, aki rendelkezésre áll, azzal étkezési alma betakarítását nem tudjuk elvégezni, ugyanis minden azért próbáltuk a telepítéskor többfajtát ültetni, hogy az érést széllyel tudjuk húzni. Rácz Imre hozzátette, ha ilyen gyenge termésnél kijött, magasabb hozamnál még jobban éreztette volna hatását a kézi munkaerő hiánya. Bár elmondása szerint összességében szépek az ültetvények, a tavaszi fagyok majd a nyári nagy meleg és csapadék hiány is rányomta bélyegét a termésre. Az árak azonban kedveznek a termelőknek, a lé és a fogyasztási almát is jó áron tudják idén értékesíteni. Sietniük is kell az eladással, mivel vannak fajták, amelyek nem jól tárolhatók, így gyorsan túl kell rajtuk adniuk. A gyenge termés miatti kiesésük pótlására pedig kárenyhítést kérhetnek. Akinek ilyen kárai keletkeztek, bejelentette, az november 30-áig számolhat el a hozamkiesése, és a kárenyítési alapban az én információim szerint felhalmozódás van, 25 millió milliárd körüli összeg van már majdnem három évi fel van gyülemledve. Én úgy gondolom, hogy visszaosztás nem lesz. Az, akinek a hozamkiesését megállapítják, az a teljes összeget megkaphatja. A gazdák életét a június végi pusztító vihar is nehezítette. A termésen kívül a termelőeszközökben is károk keletkeztek. A napokban már zajlik a kompenzációra szánt 600 millió forint jóváhagyása. Rácz Imre elmondása szerint karácsonyig ki is fizethetik az érintetteknek a kárenyhítést. Karácsony után egyébként almahiány alakulhat ki a boltokban, emiatt magasabb árakkal lehet számolni. Cserbenhagyú gázolót keres a rendőrség. A szóban forgó baleset még október 24-én délután történt, amikor a rendelkezésre álló adatok szerint egy 33 éves nyíregyházi nő Iker babakocsiját maga előtt tolva haladt át gyalogosan a Kálui út és a Tüzér utca kereszteződésénél lévő zebrán, az áruház felől a töltőállomás irányába. Neki balról érkezett egy ismeretlen rendszámú, feltehetően szürke színű Mercedes ML típusú gépkocsival egy ismeretlen nő, aki nem adott neki elsőbséget, és ennek következtében a jármű elejével nekiütközött a babakocsi bal oldalának. Az ütközés következtében szerencsére senki nem sérült meg. A baleset után azonban a járművezető továbbment adatai hátrahagyása, és anélkül, hogy meggyőződött volna arról, hogy valaki megsérült-e vagy segítségnyújtásra szorul-e. Az autóról készült fotó alapján várja a nyíregyházi rendőrkapitányság az ismeretlen személygépkocsi vezetőjének, valamint azoknak a jelentkezését, akik a balesetről információval rendelkeznek. Az elérhetőségek a rendőrség honlapján olvashatók. Közel 1 milliárd forintos terület- és településfejlesztési operatív programból valósult meg a gazdaságfejlesztést és munkaerőmobilitás ösztönzés szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján című projekt. Ez a megyeszékhely azon utcáit érintette, amelyek napi szinten jelentős forgalmat bonyolítanak le. Az új rekonstrukciók mellett járdákat is felújítottak, és számos helyen okos zebrákat alakítottak ki. Nyáron még így nézett ki felújítás közben a Blaha Lujza sétány.
és így dolgoztak a munkagépek a Rákóczi utcán. Mindkettő része volt annak a nagyszabású beruházásnak, amely a napokban fejeződött be Nyíregyházán. A közel 1 milliárd forintos, 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból megvalósult beruházás célja az volt, hogy a városközpont irányába megjelenő, jelentős gépjármű forgalom számára biztonságosabb közlekedési feltételeket biztosítsanak. A felújítási munkálatok tervezése már évekkel ezelőtt elkezdődött. Az elmúlt év az, amikor a lakosok érzékelték ennek a munkának a nagy részét, hiszen akkor túrtuk fel a várost, illetve ebbe az év befejeztük, ugye be évelején, a múlt évben inkább csak kezdődött a szerződés kötésekkel, de ebbe az évbe fejeztük be, mint ahogy a mostani projektzárás erről szól. A fejlesztések segítik az egyenletes haladást, így csökkentve a várakozási időt és a környezeti terhelést. A 6 különböző helyszínen a burkolat felújítás mellett a kerékpáros létesítményekben megszüntették a szakadási pontokat, autóbuszöblöket szabványosítottak és akadálymentesítették az autóbuszperonokat is. Ellenőrizték a csapadékvíz elvezetést, ahol pedig szükséges volt, ezeket is korrigálták. Mindemellett okoszebrákat is kialakítottak a város kritikus pontjain. Én azt gondolom, hogy egyre többen ismerik meg ezeket, vagy hogy nem látják be ezeknek az okoszebráknak az előnyeit, bár nagyon sokáig megosztó volt ez, inkább úgy mondanom, talán szakmai körökben. Az átlag állampolgárok úgy gondolom a kezdetektől fogva szerették ezeket az eszközöket. Ha jól emlékszem, összesen 7 darab talán, ami megépült, most itt próbáltam egy gyorsan összeszámolni. Egyes esetekben eleve a projekt része volt, volt, ahol pedig most azért úgy tettük be a projektbe, pont annak érdekében, ha már egy területet felújítunk, akkor és egy új zebra kerül képítésre, akkor eleve ez a zebra okosítása is történjen meg. A végrehajtott fejlesztések közel 3 km útpálya, 700 méter járdaszakasz és több mint 500 méter kerékpárút megújulását eredményezték. Ezek mind hozzájárultak a nyíregyházi közlekedési infrastruktúra hálózatos fejlesztéséhez, hangzott el a hétfői projektzáró sajtótájékoztatón. November 5-ig, vagyis keddig lehet pályázni a 2020-2021-es tanévre szóló Bursa Hungarica ösztöndíjra, amellyel két fél éven keresztül havonta 10.000 forintos támogatáshoz juthatnak hozzá a fiatalok. Nem csak egyetemisták, hanem azok a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló utolsó éves középiskolások is pályázhatnak, akik jövőre szeretnének felvételizni egyetemre, főiskolára, alap vagy osztatlan képzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre. Mint az eduline.hu megjegyzi, a támogatást az igénylők csak akkor kapják meg, ha felvételt nyernek, és jövő szeptemberben el is kezdik a felsőoktatási tanulmányaikat. A beadáshoz a Bursa Hungarica elektronikus pályázatkezelés és együttműködési rendszer oldalán a bursa.emet.hu internetes oldalon szükséges regisztrálniuk az érdeklődőknek. Ezután a pályázati adatok rögzítése következik, majd az ellenőrzés után a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnak kell eljuttatni postai úton. A beérkezett pályázatokat december 5-ig bírálják el. Közel 800 magyarra emlékeztek a nyíregyházi északi temetőben, őket az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjaiként tartják számon, hiszen mindent megtettek, hogy visszaverjék a szovjet támadást, mégis elhurcolták őket kényszermunkára. November 4-e 2013 óta nemzeti gyásznap. Emlékezzél meg, hatalmas Isten, ezzel a népdallal szakadó esőben vette kezdetét az elhurcoltak emléknapja alkalmából tartott megemlékezés hétfő délután Nyíregyházán az északi temetőben. A II. Világháború alatt és után Magyarországról mintegy 800 ezer embert hurcoltak el a Szovjetunióba, ahonnan átlagosan 28 hónapos kényszermunka után térhettek haza, ha túlélték egyáltalán az ottani megpróbáltatásokat. 1944. november 2-án innen vittek el Málenki robotra 2300 embert, akiket úgy fogdostak össze egy-két napos helyi munkára, vagy az utcán szedtek össze, voltak köztük vasutasok, postások, akit az orosz katonák elkaptak, és innen Debrecenbe vitték az áldozatokat, és onnan Szolyván volt a gyűjtőtábor, és vitték különböző munkatáborokba, nagyon sokan meghaltak, ott vesztek, nem is tudták, hova mennek, ilyen fagyos téli időbe,
éhezéstől, az agyondolgozástól, betegségektől meghaltak, nagyon kevesen jöttek sajnos vissza. Az 1956-os forradalom és szabadságharc fordulópontja november 4-e volt, ekkor hajnalban indult meg a szovjet hadsereg magyarországi inváziója, amelynek célja az volt, hogy leverjék a forradalmat és megdöntsék a Nagy Imre vezette kormányt. A vörös hadsereg támadását a forradalom hívei nem nézték tétlenül, az ország számos pontján elkeseredett fegyveres harc kezdődött a több ezerszeres túlerővel szemben. Emlékezünk itt, mert azt mondjuk, hogy most a jelenlegi generációkkal várost építjük a jövőnek, a gyerekeinknek, unokáinknak, nem tehetjük meg, ha múltról nem emlékezünk, és az itteni névtelen áldozatok a mi közös halottaink. A halálos magyar áldozatok száma november 4-én a fővárosban közel 200 fő volt. Ezekben a napokban közel 5000 főt fogott el a szovjet hatóság, közülük 860 főt a KGB hadifogolyként szovjet területre hurcolt. 2013 óta ezért a kormány döntése alapján november 4-e hivatalosan is nemzeti gyásznap. Megérkezett a szuperkötvény nyomtatott változata, hétfőtől a nagyobb posták mindegyikében, közel 2200 helyen lehet kapni a magyar állampapír pluszt, 6 féle, 10 000, 100 000, 200 000, 500 000, 1 millió és 2 millió forintos címletekben. A Magyar Posta almegbízottként változatlan kamatfeltételekkel az értékpapír számlára vásárolható MÁP plusszal azonos kamaton kínálja a nyomtatott változatot. Az államadóság kezelő központ várakozása szerint az új felületen való értékesítéssel erősödhet a lakossági állampapírok szerepe a megtakarítási termékek piacán. Hétfőtől közben változott több lakossági állampapír kamata, így az egyéves magyar állampapíré 2,5%-ra, a 3 éves prémium magyar állampapíré 1, az 5 éves futamidejűé pedig 1,4%-ra csökkent. A forgalmazás egyéb feltételei nem változtak. Felemás árváltozás jön a benzinkutakon. Szerdán bruttó 2 forinttal nő a benzinára, vagyis a pénteki csökkentés visszaemelkedik. A 95-ös átlagára ezzel 382 forintra módosul a hét közepén, értesült a holtankoljak.hu. A gázolajé viszont bruttó 4 forinttal csökken. Szerdától átlagosan 402 forintért tankolhatjuk literjét a hazai kutakon. Ahogyan eddig, úgy a folytatásban is inkább a tankolás helyszínére érdemes odafigyelni. A benzinkutak árai között ugyanis jelentős, több 10 forintos eltérés tapasztalható, főleg az autópályák mentén lévő töltőállomásokon mérik sokkal drágábban az üzemanyagokat. A benzinár egyébként 2012. április közepén ért el csúcsát, akkor 1 liter átlagosan 454 forintba került. A gázolaj literje pedig 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forintért adták. Két gólos vereséget szenvedett hazai pályán a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1 8. fordulójában játszott mérkőzésen az Érd 29-27-re verte Bakó Botond együttesét. A kisvárda pénteken Dunaújvárosban lép pályára. Első számú irányítója és legeredményesebb játékosa az anyai örömök előtt álló Tamara Radojevics nélkül fogadta jóformában érkező Érdet a kisvárda. Az első félidőben fejfej mellett haladtak a csapatok, 30 perc játék után 14-14-re állt a mérkőzés. A második játékrész elején 4 góllal elléptek a hazaiak, de az Érd ledolgozta hátrányát, majd a vezetést is átvették Szabó Edina tanítványai. A kisvárda ugyan mindent megpróbált, de végül 2 gólos érdi győzelemmel ért véget a találkozó. Nagyon boldogok vagyunk a győzelemmel és a 2 ponttal. Tudtuk, hogy egy nehéz mérkőzés vár ránk Kisvárdán. Jól felkészített csapattal találkoztunk. Az utolsó pillanatban tudtuk meg, hogy az egyik kulcsjátékosuk nem szerepel a jegyzőkönyvben. Úgyhogy erre nem tudtunk készülni. Azt hiszem, hogy ugye nagyon jó dolgait az érnek, ezért is készültünk. Azt általában megtudtuk, sokat megtudtunk belőle valósítani, aztán sok olyan buta hibát is elkövetett a csapatunk, amivel nehéz helyzetbe kerültünk, illetve a jó lendületünket megtörtük. De azért szerencsére a stabilitás megmaradt, akkor is, amikor elhúzott a második fél időben az ellenfelünk. A hazaiak vezetőedzője Bakó Botond a vereség ellenére sem volt elégedetlen csapata teljesítményével. Én büszke vagyok a csapatomra és a lányokra, még akkor is, hogyha nem szereztünk pontot, mert
azt gondolom, hogy végignézve a mai csapatunkat, a névsorunkat és a lehetőségeinket, talán mondhatom, hogy mindent kiadtak magukból, és nagyon-nagyon közel volt esetlegesen egy pontszerzés is. Én bízom benne, hogy megmarad ez a tartásunk és a hitünk. Bízom benne, hogy tudunk még annyit fejlődni, hogy esetlegesen megnyerjünk akár ilyen hőfokú mérkőzéseket is, ha bár azt gondolom, hogy most jelen pillanatban azért előrébb tart, mint mi. Viszont azt is gondolom, hogy jól helytáltunk, és ha még gyűlölök is veszíteni, és gondolom mindenki, akkor is ma nem vagyok dühös a csapatra, illetve a lányokra, mert azt gondolom, hogy kiadtak magukból mindent. A Kisvárda és Iskapálma 6 gólig jutott a mérkőzésen. Az átlövő bízik abban, hogy a vereség ellenére is építkezhetnek a találkozóból. Úgy érzem, hogy nagyon kiélezett meccs volt, és örülök, hogy a csapatunk tisztesen hely tudott állni, és a védekezésünk is, meg a megbeszélteket, amit a Botékért tőlünk, úgy érzem, hogy be tudtuk tartani. A védekezésben és támadásban is fegyelmezettek voltunk. Hát volt egy hullám pont úgymond a csapatnak a másik fél időben, ami sajnos ott azért közé tudott rakni. Úgy érzem még, hogy a végén is benne volt a pontszerzés lehetősége. Hát sajnos most nem sikerült, de megyünk tovább, építkezünk. Az NBA tabellájának élén a Győr áll 16 ponttal, megelőzve a 15 pontos Siófokot. A Kisvárda 7 ponttal a 7. helyen várja pénteki dunaújvárosi vendégjátékát. Vereséget szenvedett a Nyíregyházi Teke Klub együttese a Szuperliga 9. fordulójában. Az NTK a Szent Gotthárd együttesét fogadta, és a vendégek 6-2-es győzelemmel távoztak a városi stadion Teke csarnokából. A tabellán elfoglalt helyezéseket és a hazai pálya előnyét figyelembe véve a nyíregyháziak számítottak a mérkőzés esélyesének. A vendégek kezdték jobban a találkozót, és mint később kiderült, ez meg is határozta a párharc kimenetelét. Az NTK gyakorlatilag végigfutott az eredmény után, de utolérni nem tudta a Szent Gotthárdiakat, akik így némi meglepetésre győzelemmel távoztak Nyíregyházáról. Rögtön az első 30-as széria után már 45 fás hátrányba kerültünk, nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, és majdnem azt lehet mondani, hogy ezt folyamatosan hurcoltuk végig. Olyannyira, hogy az első párban már 60 fával vezetett az ellenfél is 2-0 arányba, a középső párban Stér Tamás amennyi fával tudott győzni, mellette a Szolyk, amiké annyival kapott ki, úgymond az ellenfelétől, meg még egy néhány fát hozzátettek, és már a Fejér Bélával úgy mentünk pályára, hogy 71 fás hátrányunk volt. A Béla az tudott faragni valamennyit a hátrányunkon, nekem azonban egyáltalán nem sikerült, abszolút fejfej mellett néhány fás eltérésekkel tudtunk csak meccsbe maradni, és nem sikerült redukálni azt a 71 fát, ami ezen a szinten borzasztóan sok, és mint látjuk, ezek a csapatok ellen is nem olyan könnyű hozni csapatfákat, és mindenképpen minden egyes fát meg kell becsülni már a kezdetektől. A nyíregyháziak a hétvégén Szolnokon lépnek majd dobóállásba. Szolnokon nagyon nehéz diadalmaskodni, a nagy csapatok is meg szoktak szenvedni, szokták ezt mondani ők is. Mindenképpen úgy megyünk oda, hogy szeretnénk diadalmaskodni. Több játékosunknak ez majdnem, hogy hazai pálya, gondolok itt a Fehér Bélára, aki ott edz, korábban nagyon sok évet ott lehúzott, de elmondhatjuk ezt a Magyarorsi Péterről is. Jó magam is több évet játszottam azon a pályán, és mellette a Stér Tomi is szereti a szolnoki pályát, úgyhogy mindenképpen egy kiélezett mérkőzésre van kilátásunk. Bízunk benne, hogy jól sikerülnek majd a párosítások, és titkon én nyíregyházi győzelmet remélek. A Szuperliga tabelláját a Zalaegerszeg vezeti a szintén 16 pontos Szeged és Lépcelak előtt. A nyíregyházi Teke Klub 8 ponttal a 6. helyen várja a következő fordulót. Pont nélkül tért haza Diósgyőrből a kisvárdai futballcsapat. Az NB1 11. fordulójában a DVTK 3-1-re legyőzte Kisvárdát. Kikapott a Nyíregyháza Spartakusz is. A Spari az NB2 15. fordulójában hazai pályán a Gyirmúttól szenvedett 1-0-ás vereséget. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Végénél jár az alma betakarítása, gyenge termése, de jó árakra számíthatnak a gazdák. A termelők dolgát az időjárás viszontagsága és a kézi munkaerő hiánya is megnehezítette, most pedig sietniük kell az értékesítéssel, több fajta ugyanis nem áll el sokáig. A vásárlók majd csak karácsony után számíthatnak a gyümölcs drágulására.
Az útrekonstrukciós munkák mellett járdafelújításokat és okos zebrák kiépítését is tartalmazta az a közel 1 milliárd forintos beruházás, amely nemrég fejeződött be Nyíregyházán. A projekt érintette a Blaha-Lujza sétányt, a Rákóczi, a Vasvári Pál és a Bethlen-Gábor utcát, valamint a Debreceni út egy szakaszát. A végrehajtott fejlesztések közel 3 km útpálya, 700 méter járdaszakasz és több mint 500 méter kerékpárút megújulását eredményezték. Közel 800 magyarra emlékeztek a nyíregyházi északi temetőben. Őket az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjaiként tartják számon, hiszen mindent megtettek, hogy visszaverjék a szovjet támadást, mégis elhurcolták őket kényszermunkára. November 4-e 2013 óta nemzeti gyásznap. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták november 4-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Hétfőn erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd késő estétől felszakadozik, csökken a felhőzet. Estig eső, zápor egyaránt várható, majd csökken a csapadék esélye. Az északnyugati, majd a délnyugatira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 Celsius fok körül alakul. Kedd estig közepesen felhős idő várható, majd délutántól erősen felhős vagy borult lesz az ég, esőzápor több helyen több alkalommal is várható. Egyes részeken kiadós mennyiség is lehullhat. A déli szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 fok körül alakul. A következő napokban folytatódik a változékony időjárás. A gyakran erősen megnövekvő felhőzetből majdnem minden nap kell csapadékra számítani. A hőmérsékletben jelentős változás nem várható, nagyjából az ilyenkor szokásosnak megfelelően, vagy kissé enyhébben alakulnak a csúcsértékek.